A Mikulással közös fotóhoz készülnek a Ridenc tanulói a Józsa András Múzeum földszinti előterében. Szerdán rendezték meg a Rotary Mikulás rendezvényt, amely minden évben gazdag műsorral és ajándékokkal várja a gyerekeket. Tavaly a munkácsi kiállítás miatt kivételesen a Váci Mihály Kulturális Központban kaptak helyet a szervezők, idén azonban visszaköltözhettek a múzeumba. A mai délelőttön 300 gyereket vártunk vendégül, főként olyanokat, akik hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők. Így a nyíregyházi Várci iskolából, a Ridencből, a Göllesből jöttek gyerekek, és a Nyírbátor Éltes Mátyásból. Ezen kívül még eljuttatunk csomagot az Oltalom Szeretett Szolgálathoz és a Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez is. Kézműves foglalkozás keretében különböző karácsonyi dekorációkat készítettek. Ebben a Rotary Klub legfiatalabb szervezete, az Early Act Klub és szülői szervezete segített a gyerekeknek. Emellett számos érdekes programon vehettek részt a fiatalok. A Lurkó Báb Színház mind a két turnusban tartott egy-egy előadást a gyerekeknek a Télapó Kesztyűje címmel. Aztán a Művészeti Szakgimnázium hozott táncházat és hangszeres bemutatót, Hajdú Ágota citerán és mindenféle érdekes hangszeren játszott a gyerekeknek, és vonta be őket a délelőtbe, és hát nyilván találkoztak a Mikulással is, és mindenki csomaggal távozott. Az idén próbáltunk egy kis mozgást is bevinni az életükbe, és így a Bosu Kids Egyesületet hívtuk el, akik egy nagyon érdekes mozgáskultúrát tanítottak a gyerekeknek, ilyen fél labdával kellett átmenniük egyensúlyoz, ami nagyon tetszett nekik. Az adományozás és a jótékonyság itt nem ért véget. A Józsa András Múzeum idén is várja a teli cipős dobozokat a Kisdobozni Szeretet akciója keretein belül.